Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió december 13-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Az időseknek és a fiataloknak is kedveznek. A 2001-es év első bajai babáját és a 18 éves hármasikreket is köszöntötték a képviselők a csütörtöki testületi ülésen. Vigyázzunk értékeinkre! A karácsonyi vásárokban nem mindenki érkezik jó szándékkal. A bajai belvárosban az egyenruhások folyamatosan járőröznek az ünnepek alatt. Megvédte címét, negyedszer is felnőtt magyar bajnok Gálos Roland. December 13-án csütörtökön az év utolsó hagyományos képviselőtestületi ülését tartották a Városháza dísztermében. A tanácskozás megkezdése előtt bajai fiatalokat is köszöntöttek, Fercsák Róbert polgármester pedig egy jó hírrel is készült az időseknek. A testületi ülés ez alkalommal is köszöntésekkel kezdődött. A városvezetés gratulált a 2000 októberében született hármasikreknek, Takács Ádámnak, Bálinnak és Dánielnek, valamint 2001 bajai elsőszülöttjének, Bátfalvi Lilinek, akik 18. életévüket betöltve felvehetik a város által rájuk kötött életbiztosítás összegét. Az ülés gördülékenyen, túlnyomó részt egyetértésben zajlott. Döntöttek például a Tűr István Múzeum álláshelyének bővítéséről, a város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról, és egyöntetűen szavaztak arról is, hogy a Cédrus Református Intézmény három területe, a fogyatékkal élők nappali ellátása, a szociális étkeztetés és a támogatói szolgálat január 1-től az intézmény új épületében folytatja működését. Fercsák Róbert polgármester az ülésen jelentette be, hogy a megfelelő gazdálkodásnak köszönhetően 2019-ben továbbra is biztosítani tudják az idén bevezetett kiegészítő szociális ellátást Baján, amelyen ez alkalommal módosítottak is. 2019-ben két alkalommal is, tehát már ugye valamelyest tervezzük a jövő évi költségvetést, az elfogadása majd természetesen csak februárba kerül sor, de most a képviselőtestület, ugye mert ezt egy helyi rendeletünk, a szociális rendeletünk szabályozza, ezt a nyugdíjasoknak adott vagy támogatásként odaítélt összeget, ami tavaly először került bevezetése, márciusban 5000 forint, és most úgy határoztunk teljes egyetértésben, hogy jövő évben ezt még egy alkalommal tudjuk ismételni. A testület a tanácsnokok éves beszámolóinak elfogadása után egyhangúan támogatta Vedelek Norbert alpolgármester előterjesztését is, amely szerint Mohainé Katanics Mária egykori bajai karnagy születésének 90. évfordulóján, azaz 2019. április 23-án emléktáblát helyezzenek el szülőházánál. A városatyák az idén utoljára december 15-én üléseznek, akkor az ünnepi, politikától mentes testületi ülésre kerül sor. Csalók járják a társasházakat Baján. Az újvárosi lakótelepről érkezett a bejelentés, miszerint a lépcsőházakban ismeretlen emberek közlekednek. A Völgy utcában feltehetően külön-külön jártak ajtóról ajtóra a csalók. A Klapka utcában élő egyik idős lakónál viszont már négyen voltak. Azzal az ürüggyel szeretnének bejutni a lakásokba, hogy a jövőre kezdődő felújításra, így például ablakcserére, szigetelésre vagy gáz érzékelők beszerelésére kérnek pénzt, vagy szerződést akarnak kötni. A gyanútlan lakóktól több 10 000 forintot próbálnak így kicsalni. Több esetben az önkormányzatra is hivatkoztak a csalók, hogy onnan küldték őket a pénz beszedése miatt. Az önkormányzat csütörtökön közleményt adott ki, amelyben leírják, hogy a hivatal soha senkit nem küld ki a társasházakba pénzbeszedési feladattal. A közös képviselők arra kérnek mindenkit, hogy ne dőljenek be az ehhez hasonló kéréseknek, és a lépcsőházba se engedjenek be ismeretlent. Ezen kívül érdemes napközben is zárni az ajtókat, akkor is, ha a háziak otthon vannak. Ha bármi gyanúsat észlelnek, azonnal hívják a rendőrséget és értesítsék a ház közös képviselőjét.
Az adventi időszak kezdete nem csak kellemes dolgokat hozhat az életünkbe, hanem vagyunk elég figyelmesek. A vásárok, a bevásárlóközpontok és a parkolók környékén a nagyobb forgalomban és tömegben bizony olyan személyek is felbukkanhatnak, akik nem éppen tisztességes szándékkal indulnak el a karácsonyi beszerzőkör útjukra. A bajai rendőrkapitányság az idén is bűnmegelőzési tanácsokkal és fokozott rendőri jelenléttel segít, hogy bosszúság nélkül teljen az ünnep. Karácsonyi zeneszó, kürtös kalács, ajándékok. Mind-mind egyértelmű jelei, hogy közeleg az ünnep. Ilyenkor a vásárok, piacok és boltok is megtelnek ajándék után kutató emberekkel. A bicikli kosarában tartott, vagy éppen be nem cipzárazott táska, hátizsák viszont szemet szúrhat olyanoknak is, akik nem ajándékot venni érkeznek ezekre a helyekre. A zsebtolvajokkal szemben a legjobb az elővigyázatosság, mondta Putnik Zoltán rendőrhadnagy. Kérünk tehát mindenkit, hogy a vásárláskor a maguknál tartott pénztárcát, mobiltelefont, egyéb értéktárgyokat mindig másoknak, mások elől nehezen megközelíthető helyen, illetve jól elzárva tartsák, érezzék, győződjenek meg rendszeresen annak sértetlenségéről, valamint vásárláskor is az elővett pénztárcát mindenképpen tegyék vissza a zsebükbe, a táskába, semmiképpen sem maradjon ott a pulton, vagy pedig egy bevásárló kocsinak a tetején. A járőrök folyamatos készenlétben állnak. A bajai rendőrkapitányság az idén is fokozott rendőri jelenléttel biztosítja az adventi készülődést. Az Eötvös utcai karácsonyi vásár biztonságát pedig a térfigyelő kamerarendszer is segíti, amely rögzíti az utcában és a Szent Háromság téren zajló eseményeket is. A vásárlók többsége tudatosan figyel az értékeire. Nagyon céltudatosan indulok a városba vásárolni, és megtervezem útjaimat is. Hát elsősorban a pénztárcámra vigyázok nyilván. Behúzom a cipzáromat, itt is most is a hónam alatt van a nagyjából a táska. Hát rajtunk múlik, hogy mit engedhetünk meg másoknak, akik hát nem éppen jó szándékkal közelítenek felé. A rendőrség felhívja az emberek figyelmét arra, hogy amennyiben mégis bűncselekményt tapasztalnak, azt azonnal jelezzék, akár a szolgálatot teljesítő rendőröknek, akár a 107-es vagy 112-es segélyhívó telefonszámok egyikén. A fogyatékkal élők számára is lehetőség nyílik ezentúl a búvárkodásra. A víz alatti élményt egy speciális képzés biztosítja. A városban elsőként a bajai havária katasztrófa elhárító közhasznú egyesület elnöke, Szatmári Zsolt sajátította el a különleges oktatási formát. Újabb szintre lépett a hazai búvároktatás. Egy speciális képzési formának köszönhetően ugyanis a jövőben akár a mozgássérültek, sőt a testi, szellemi fogyatékkal élők is könnyedén megismerkedhetnek a víz alámerüléssel. A városban először Szatmári Zsolt búvároktató vett részt a képzésben. Letettük a mozgássérült, hátrányos, inkább úgy fogalmazom, hátrányos helyzetű búvároktatói instruktori képzést. Ez nem csak mozgássértekről szól, hanem rosszlátókról, vakokról, végtag nélküli emberekről, szellemi fogyatékosokról, dankolosokról, és ennek a képzés keretében találtunk ki közösen egy új programot, amit majd szeretnénk megvalósítani. A speciális oktatásnak fontos szerepe lehet a fogyatékkal élők életében. A súlytalanságnak köszönhetően ugyanis a vízben ők is átérezhetik a mozgás szabadságát, tette hozzá Szatmári Zsolt. A vízimentők gyakran dolgoznak együtt a katasztrófavédőkkel. Gödön Sándor tűzoltó ezredes elmondta, örömmel értesültek a lehetőségről. A speciális képzések ugyanis a közös bevetések során az ő munkájukat is segíthetik. Ennek örülünk és támogatjuk, ha egy speciális részterület ebből kiemelkedik, hiszen ha az önkénteseink ebben részt vesznek, akkor a mentésekben ők nagyobb elánnal, nagyobb tevékenységgel tudnak részt venni, és ezért mi is támogatjuk ezt a fajta munkát, tevékenységet. A Havária Egyesület munkája nem ért véget az oktatással. A tervek szerint a következő évben felkeresik a bajai és környékbeli mozgássérült csoportokat, hogy a gyakorlatban is alkalmazni tudják a képzésen tanultakat. Karácsonyra felpörög az ingatlanpiac a szakértők szerint. Annak, hogy sokan még az új év előtt lebonyolítják az ingatlanvásárlást, lélektani, érzelmi és adóügyi okai is vannak. Az utóbbi esztendők tapasztalatai szerint karácsony és szilveszter között sok adásvételi szerződést írnak alá, de az sem ritka, hogy szenteste kerül pont az üzlet végére. A november-december jellemzően mindig erős.
csak szilveszter előtt érezni egy kis visszaesést. Ugyanakkor ilyenkor a kevesebb vevő biztosra akar menni. A decemberi dömping után január elejére erős visszaesést várnak a piacon. Jelenleg a panellakásoknak van a legnagyobb keletje. A jellemzően jó beosztású, frekventált környéken lévő ingatlanok, ráadásul 30%-kal olcsóbbak a téglaépítésűeknél. Mind a panel, mind a téglaépítésű lakások piacára jellemző azonban, hogy a kisebb méretű ingatlanok a drágábbak. Alig másfél hét van hátra karácsonyig. Az ünnepre készülődés közben a legtöbben igyekeznek beszerezni a szükséges kellékeket. Minden évben felmerül azonban a kérdés, milyen fenyőt válasszunk. Bár sokan döntenek a tartós műfenyő mellett, a többség továbbra is élőfát állít a lakásba. A díszítés terén is eltérnek a vélemények. Egyesek egyszerű fehér fényeket tesznek a fenyőre, mások a színes égőket keresik. Egymás mellett sorakoznak a fenyőfák az egyik bajai fakereskedésben. A városban hagyomány, hogy az ünnepeket megelőző hetekben lezárják a Szentháromság tér egyik szelvényét, hogy a helyiek az ott kialakított árusító helyen tudják megvásárolni a kiválasztott örökzöldeket. A kereskedés egyik eladója azt mondja, az előző évekhez hasonlóan idén is széles a választék. Igazából 3-4 fajta fenyővel is tudunk szolgálni. A luc, a normand, valamint az ezüstfenyő, valamint megtalálható nálunk a fekete fenyő is, erdei fenyő. Ezeknek 2800 forinttól 6500 forint méterárba tudjuk ezt ajánlani, bő választékunk van. Minden évben akadnak olyan vevők, akik az utolsó napokra halasztják a fenyő beszerzését, míg a tudatos vásárlók időben megveszik az örökzöldeket. Én minden évben vagy ezüstfenyőt, vagy normandot veszek, mert jó, hogyha egy kicsit kevésbé potyogós, ugyanis padlófűtés van ott, ahol tartjuk a karácsonyfát, és szeretjük, hogyha rajta marad. A fakereskedők igény esetén házhoz szállítják a fenyőt, sőt, akár a talba is befaragják a fatörzsét. Nem csak az örökzöldek terén széles a felhozatal, a fákra felhelyezett díszítő elemekből is nagy a választék. Vadai Arnold, az egyik bajai műszaki áruház üzletvezetője azt mondja, a vásárlók körében egyaránt népszerűek a fehéren izzó fényfüzérek és a színes égők is. Én azt hiszem, hogy ebben nincsen trend, tehát legalábbis én ezt nem látom, hanem inkább azt gondolom, hogy vegyesen fogy mindegyikből, tehát évről évre. Persze ugye vannak adhok jelleggel vásárlások, amikor már az utolsó héten észreveszünk, hogy nincs meg, nem találjuk meg a tavait, meg elraktuk olyan helyre, hogy muszáj venni, és akkor jönnek legtöbben, de azt mondhatom, hogy mindegyikből tartunk készletet, úgyhogy bátran kereshetnek bennünket ez ügyben. Az üzletvezető hozzátette, az izzók rendszerint energiahatékonyak és tartósak, így azok akár több éven át díszíthetik a lakásban felállított fenyőt. Vadai Arnold kiemelte, érdemes szakemberek által bevizsgált terméket vásárolni, egy hibás izzó okozta tűzeset ugyanis elronthatja az ünnepi hangulatot. Negyedik alkalommal lett felnőtt magyar bajnok Gálos Roland. A Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SE kiválósága az előző heti OB valamennyi mérkőzésén nagy fölénnyel győzött, és ezzel megvédte a bajnoki címét. Roland mellett a bajai hölgyek is sikeresen teljesítettek a ringben. Gálos Roland évek óta uralja a 60 kg-os súlycsoportot, a válogatottban is alapembernek számító bajai ökölvívó most is az aranyéremért ment az országos bajnokságra. A felkészülés jól sikerült, a formát is erre az időpontra próbálták meg kihegyezni. Ez a ringben is meglátszott, hiszen Roland magabiztos teljesítménnyel nyert aranyérmet. Első nap egy salgótarjánő fiúval boxoltam, azt sikerült az első medlőbe fejeznem. A második nap nem boxoltam, akkor pihenő nap volt, és a harmadik nap egy pesti srácsa boxoltam a Gombkötő Tamással. Mondhatjuk azt is, hogy ővele volt igazából a döntő meccsem, mert ővele az én helyzet boxoltam, de sikerült egyhangú pontozással megvernem, és a döntőbe egy ifjúsági világbajnokságon szereplő Danyi Gáborral boxoltam, egy egri sráccal, és sikerült egyhangú pontozással megvernem, és így megnyertem negyedszer is a felnőtt magyar bajnokságot. A győzelem abból a szempontból is fontos volt, hogy Roland igazolja. Továbbra is ő az első számú ökölvívó Magyarországon a 60 kg-os súlycsoportban. Az Ajba Szövetségnél az olimpiai súlyokat valószínűleg rendezni fogják,
Reméljük, hogy nem fogadják el, mert 57 és 63 kiló lesz, a 60 kiló ki fog maradni. Most nekünk azért kell filózni, már van egy orvosi háttér, aki majd nézni arról annak a testzsírját, tehát a víztartalmát az izmainak, és lehet, hogy 57 kilóba fogunk befogyasztani. Az egy ilyen másfél-két, tehát nem a nagy valami. Helyes étkezés, ezt meg tudjuk oldani, energiaveszteség nélkül, mert jövőre már itt van az olimpiai kvalifikáció. Roland bajnoki címe mellett további bajai sikereknek is örülhettünk. A hölgyeknél a 81 kg-os súlycsoportban Konyhás Noémi egyedüli indulóként mérkőzés nélkül lett magyar bajnok, míg a plusz 81 kg-osok között Fekete Bernadett beverekedte magát a döntőbe, ahol ezüstérmet nyert. Az elődöntőben megvertem egy egri lányt. Az első menetben ugye bedobták a törölközőt, és hát az utolsó döntő, hát az nem úgy sikerült, ahogy elterveztem. Tamás bemondta, hogy hát szurkáljam a lányt, náljak le vele verekedni, de hát mégis láttam. További jó hír az Ökölvívók házatájáról, hogy nemrégiben Gálos Roland egy új egyéni szponzorral lett, míg az Egyesület edzőtermébe a Honi Szövetség segítségével vadonatúj, jó minőségű zsákokat tudtak vásárolni. A Jézuska így egy kicsit hamarabb érkezett meg a Vasvári Pál utcába. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Az időseknek és a fiataloknak is kedveznek. A 2001-es év első bajai babáját és a 18 éves hármasikreket is köszöntötték a képviselők a csütörtöki testületi ülésen. Vigyázzunk értékeinkre! A karácsonyi vásárokban nem mindenki érkezik jó szándékkal. A bajai belvárosban az egyenruhások folyamatosan járőröznek az ünnepek alatt. Megvédte címét, negyedszer is felnőtt magyar bajnok Gálos Roland. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítása holnap este 6 órakor Attila várja önöket. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Holnap délutánig a Dunántúl jó részén és északkeleten erősen felhős lesz az ég. Éjszaka főként az ország középső harmadában és az Alföldön képződhet köd. Számottevő csapadék nem lesz, de hószálingózás és ónos szitálás néhol előfordulhat. Péntek délutántól délnyugat felől egyre több felé várható havazás. Megélénkül az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és mínusz 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.